második városi tisztviselőorvos, Adorján Árpádné városi vezetővédőnőt, Simányi Milei Várt szociális osztály vezetőjét és minden kedves munkatársunkat. Megkérem Ritter Nándor polgármester urat, hogy nyissa meg rendezvényünket. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Én most nem sorolom fel azokat a személyeket, akiket olyan felsorolt. Engedjék meg, hogy a magam és az önkormányzatom nevében nagy tisztelettel köszöntsem önöket az alapellátási intézmény szemmelweis napi ünnepségén. Én nagyon boldog vagyok, hogy így együtt találkozhatunk most már harmadik alkalommal, mert lehetőséget tudok akkor kapni arra, hogy önök felé kinyilvánítsam azt a köszönetemet, amelyet az egész város lakossága, az önkormányzat nevében tolmácsolhatok önöknek, és azt a munkát, amit önök végeznek, azt megköszönhetem. Én úgy gondolom, hogy amikor Semmelweis Ignác Élkés megalkotta azt a gondolatot, amely miatt még most is ugye, évről évre emlegetjük ezt a dicsőséges tettét, az egy más kor volt, akkor más körülmények között és már között kellett helytállni, más feladatokat kellett megoldani, akkor még az egészségügyben dolgozóknak, akik a mindennapi munkát, kemény munkát végezték, lehetőségük volt arra, hogy ilyen hosszú évekre, évtizedekre vagy évszázadra kiható cselekedeteket tegyenek. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a mai kor dolgozói, akik az egészségügyben dolgoznak, ugyanolyan fontos feladatot látnak el, ugyanolyan nehéz körülmények között dolgoznak, hiszen napról napra változik az az állapot, amely a munkakörülményeiket és a munkaviszonyokat jellemzi. Én szeretném megköszönni, hogy ezekben a változó körülményekben között is helytállnak, hiszen ez rendkívül fontos a város számára, hiszen egy olyan szolgáltatást ad a helyi lakosoknak, amely nélkül nem tudunk élni, valamennyiünk számára egy rendkívül fontos szolgáltatás. Én úgy gondolom, hogyha végig gondoljuk ezt az elmúlt pár évet, akkor talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy a város a lehetőségeihez képest, hogyha szeretnénk kettős vonalon aláhúzni, azon dolgozott és olyan programokat indított el, hogy azok a körülmények, amely az önök munka körülményeit jelenti, gyakorlatilag azok javuljanak. Természetesen azért, hogy azok a betegek, akiket önök gyógyítanak, ellátnak és egyéb más kapcsolatba kerülnek velük, azok jobb szolgáltatást tudjanak igénybe venni. Én úgy gondolom, hogy ezért nem jár köszönet az önkormányzatnak, hogy ez alapvető feladat, hogy ezt megoldja, és még nagyon sok feladatunk van, amit meg kell oldani ezen a területen. Én bízom abban, hogy a következő években ez is kiemelt programként fog majd az önkormányzat feladatai között szerepelni. Más problémákat, feladatokat is meg kellett oldanunk, hadd hivatkozzak arra, hogy volt az a bizonyos ügyeleti díj, amelyet az önkormányzatunk az előírásoknak vagy a döntéseknek megfelelően felvállalt. Én annak ellenére, hogy ez egy plusz kiadás jelentett az önkormányzat számára, azt hiszem, hogy ez egy jó döntés volt, mert végre az a hosszú évek óta tartó vita, remélem, hogy egy kicsit nyugvó pontra került, és talán megelégedéssel fogadták azok, akiket ez érintett. A másik, hogy a házi orvosi szolgálatban dolgozókkal, tehát az orvosok vonatkozásában a szerződések felülvizsgálata megtörtént, rövidesen az új szerződések megkötésre kerülnek, és azt hiszem, hogy ebben is egyetértés és megegyezés történt az elmúlt időszakban. Én mindezeket azért soroltam föl, hogy magam számára legalábbis egy picit igazoljam, hogy talán rendezettek, vagy rendezettebbek a kapcsolatok és azok a viszonyok, amelyek között önöknek kell dolgozniuk, mint néhány évvel ezelőtt voltak, de én ezt természetesnek gondolom, hogy efelé kell haladni. Én bízom abban, hogy önök azt a felelősségteljes munkát, amely eddig is a város lakossága érdekében végeztek, azt ugyanilyen nagy felelősséggel fogják végezni, mint olyan eddig, és én erre külön szeretném is önöket kérni. Mert azok a változások, amelyek én még csak így az újságokból tudok magamnak összerakni, én úgy érzékelem, hogy az alapellátást egy fontosabb szolgáltatásnak képzelik el, mint olyan jelen pillanatban van. Tehát nagyon, még egyszer hangsúlyozom, mert látom, Hámori doktor úr már ingatja a fejét. Én az újságokban tájékozódom, és nem vagyok az egészségügyben jártas szakember, de én ezt olvasom ki az újságokból, hogy kicsit a súlypontot áthelyezni az alapellátásra, a kórházakról.
ugye ez könnyen belátható legalábbis az én közgazdász fejemben, hogy ez egy olcsóbb szolgáltatás, mint a kórházaknak a fenntartása és ott biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. Az sokkal drágább, és én úgy gondolom, hogy az alapellátásban dolgozók, olyan szakemberek dolgoznak ott, akikre ezt a nagyobb terhet is rá lehet rakni, hogy egy szélesebb körű szolgáltatást nyújtsanak a betegeknek. De ezt majd el kell dönteni azoknak, akiknek ez a dolguk. Én úgy gondolom, hogy mi a Nagykörözsi Önkormányzat készen állunk arra, hogy ebben a programban ilyen módon is részt veszünk. Szeretnénk folytatni ezeket a rendelő és egyéb más felújítási programjainkat annak érdekében, hogy az önök körülményei és a betegeknek a ellátással kapcsolatos körülményei javuljanak. Én még egyszer szeretném önöknek megköszönni a elmúlt időszakban végzett munkáját. Nagyon sok sikert kívánok önöknek az egyén életükben és a munkájuk során is. Ez mind a mi javunkra, az itt ülő embereknek a javára. Köszönöm szépen, és még egyszer nagyon szép ünnepet kívánok. Köszönöm. Thank you.
lesz ugyan, de mi csak megemlékezést tartunk. A legnagyobb magyar orvos születésének 188. évfordulóján. Az ünneplés és az öröm rokon fogalmak, de minek örüljünk most a magyar egészségügyben. Mondok, hogy orvos hiány miatt bezárnak kórházhozták. Vannak, hogy egy megyei kórház ügyeleti szinten működik. Vannak, hogy a háziorvosokat az újabb büntető szankciók sújtják, mert a közgyógyászattal kapcsolatosan egy beteg kapcsán előfordulhat, hogy több mint 50 adatot kell közölni a jegyzővel majd a lepten. Annak örülünk, hogy egyes szakrendelési feladatát áthalítják az alapellátásra, miközben finanszírozáson egyre csökken, az adminisztrációs terhelyei növekednek. Annak örülünk, hogy a orvosi jogviszony 16 év alatt nem sikerült rendezni, és most egy hónapot akarják. Sorolhatnám tovább, de a kérdés nyitott marad. Miért engedjük, hogy kiderül? Ha nincs is sok a jelenben az örömre, az ünneplése, emlékezzünk. Szemedre szíven szóval az emlékezéshez nem kell keresni az alkalmat, legkevésbé szülő hozzájáltalunk. Ez nem volt mindig így. Vele is azt tartunk, mint általában a nagy magyarokkal, hogy a külföld előbb figyelt fel tevékenységére, és az utókorra várt érdemének elismerése. Saját remen nem értékeltek erről volt. Bár az 1950-es években felállították Szobrát Chicagóba a 10 legnagyobb orvos között, mégsem mondható általánosan ismertnek és egyhangon beismertnek. Mulasztást terheli ez ügyben a magyar orvos társadalom is. A gyermekkori láz koroktalanul és megelőzéséről szóló könyve 1860-ban jelent meg német nyelven, és jellemző módon magyarul csak 50 év múlva adták ki. A magyar orvostudomány mindmáig legnagyobb alakja az alsó osztályú gyermekgyógyi intézetben fejezte be 47 évesen életét, ott, ahol 5 évvel korábban a legnagyobb magyar, a tragikus sors Széchenyi István, akinek talán legtöbbet köszönhet az ország gazdasági, társadalmi és szellemi haladása. Szemelvesz publikációs aktivitásának hiánya, hallgatása, befelé fordulása sokasszor életébe került. Ennek felismerése után kétségbe esetten igyekezett a hiány pótolni, ezért szokatlan fegyverekkel harcolt. Érthetően sok ellenállás ütközött, tehát végül önmaga is hozzájárult elhallgatásához. Szemelvesz a halálával vált tragikus hőség. Négyszer exhumálták, és elmondottam 25 évvel kerültek haza hanvai, és kb. Egy évszázad múlva derült ki halálának valódi oka. Az egyetemen sem elődje, sem közvetlen utódja nem követte Szemelvesz elméletét a gyermekkori lázról, és nem követte megelőzés célzó tanácsait sem. Szemelvesz Ignác a tudomány és a művelődés történet azon nagy alakjai közé tartozott el, akit csak halál után kezdtek értékelni. Az 1880-as évektől számítható tanulmányok elismerése elsősorban a német orvosok révén, de vannak lexikonok, amelyek nev alapján ma is németnek vagy osztráknak mutatják be, nem tudván, hogy annak idején megfelelő Zürichi Egyetemi Katedrát azért nem fogadta el, mert inkább magyar hazájának kívánt szolgálni. Angliában hajlottak tanai elfogadására, és Lisztel, aki az aszepszist, a sebészet egész életén kiterjesztette, hálás élettel emlékszik. A franciák azonban a gyermekkori láz felfedezését honfitársuknak tárgyának tulajdonítják, és a történelmi időrendet figyelemben kívül hagyva Lisztel és Pasteur után említik Szemelvesz nevét és munkásságát.
a magyar orvos életünk az egész emberiségét. Ápolni emlékét kötelességünk, hisz a múlt nagyjainak és nemes hagyományának tiszteletben tartása felemelkedésünk legfőbb biztosítéka. Ha túl sokat nézel a múltba, elveszíted egyik szemed. Ha egyáltalán nem nézel a múltba, megvakulsz. Jelent is jövőt építeni csak akkor tudjuk, ha ez összhangban van saját múltunkkal és hagyományunk ápolásával. Ha visszatérünk a rendhez, és szűkebb pázsiánban nézünk körül, talán mégis van okunk örülni. Köszönet a kanizsai önkormányzatnak, hiszen utolsó két évben többet tettek az alapállásítási rendelőkért, mint az előző városvezetők összesen. Új gyermekkoros rendelők nyíltak a Telecki utcában, megújult a Tavaszi és Jókai utcai rendelők, rövidesen átadásra kerül megszépült Sánci rendelő, új Pajni háziorvosi rendelő kerül átadásra, megvannak a tervek a kiskanizsai rendelők újjáépítésére is. Az önkormányzat tervei szerint új gyermekorvosi rendelők kerülnek kialakítására Dózsa-György utcában is. Heteken belül átadásra kerül a rég várt új központi ügyeleti komplexum is. Az ígéretek szerint a rekonstrukció folytatódnak, hisz még jó pár háziorvosi rendelőre ráfér a felújítás. És Kanizsa lakossága megérdemli a törődést. Amíg hely van és idő, amíg vannak érző lények, addig leszek én is. Azért, hogy szolgáljak, azért, hogy elvégezzem a rám eső részt. A Dalai Láma szavai ezek. A hit elengedhetetlen az orvoslásban. Hit a betegekben, hit saját tudásunkban, hit egy pozitív jövőképben. Sajnos ez a hit az, ami legritkábban van jelen a mai magyar valóságban. Pedig csak annyit kellene tenni, hogy mindenki elvégezze legjobb tudása szerint a ráeső részt. Hinni kell abban, hogy a beprogramozott sikeremberek világában is egyre inkább teret nyernek az önállóan gondolkodók, akiket nem a hírnév, hanem az elvégzett munkaminőség. A fejlődés és haladás ügyén nem szabad szerintre vetni a korszerűtlennek ható hagyományokat, amit az emberiség évezeteken át kiérlelt. Az önmagunkért és másokért viselt felelősség. Köszönöm szépen Rámzsik doktor úr szavait. Én szeretném megköszönni az alapellátás nevében minden kedves munkatársunknak az elmúlt év munkáját. Ugyanúgy szeretném megköszönni én is a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak, a hivatalnak, polgármester úrnak, a polgármester úrnak a támogatását, hisz nagyon-nagyon sokat tettek az alapellátásért. Kívánok mindenkinek a jövőben is sikeres munkát, és szeretném a hagyományokat folytatni, és megkérni polgármester urat, hogy segítsen nekem. Az elmúlt időszakban is mindig megköszöntük a 10, 15, 20, 25 éves jubiláló dolgozóknak. Külön egy kis oklevéllel, tudom, hogy ez nem túl sok, de akkor is, és virággal a munkáját, és ezt szeretném most szintén átadni polgármester úr segítségével. Thank you.